Az év első hetének tapasztalata nem túl kecsegtető, hiszen számos jogsértővel szemben kellett intézkedniük az egyenruhásoknak. 502 gyorshajtót és több ittas járművezetőt szűrtek ki a közúti forgalomból. A balesetek megelőzése, valamint a gyorshajtó kiszűrése érdekében a karcagi rendőrök is rendszeresen tartanak közlekedési akciókat az illetékességi területükön. A karcagi rendőrkapitányság illetékességi területén 2023. január 11-én koncentrált sebességellenőrzést végeztek. 4 óra leforgása alatt az egyenruhások 16 gyorshajtót rögzítettek, melyek közül 10 sofőrnek közigazgatási bírságot szabtak ki. 5 esetben helyszíni bírságot alkalmaztak, egy járművezetőt figyelmeztettek, valamint 9 esetben az objektív felelősség alapján kezdeményeztek közigazgatási eljárást az üzemben tartóval szemben. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a sebességhatárokat minden esetben tartsák be, a közlekedés szabályainak megsértése súlyos és visszafordíthatatlan következményekkel járhat. A helyes közlekedési magatartással megelőzhetők a közúti tragédiák.